mai műsorunkban a felnőtteknek Szélesi Sándor Kincsem című regényét, míg a gyerekeknek Bódai Sós Judit Süti Mesék című könyvét ajánljuk. Én nagyon szeretem a süteményeket, biztosan ti is. Nincs annál nagyobb élmény, mint amikor az egész család együtt süt főz a konyhában. A mai alkalommal egy olyan könyvet szeretnék nektek ajánlani, amiben hat meséhez hat süti recept kapcsolódik. A könyv címe Süti Mesék írója Vódai Sós Judit. Meseidő. Idesűs. Mese még soha nem volt ilyen finom. Égre vágyó habcsók, kincset őrző zserbógolyó, óriás keks, vándorló maffin, hiú linzerek és mákhiányos mázos mákos süti. Talán cukrászda nyílt meseországban? Az ám, de még milyen? Életre kelt sütemények, és mellettük izgalmas kalandok és finom süti receptek. Mindez egy könyvben, hat önálló történetben, hat recepttel kiegészítve. Édes szájú mesefalók álma. Bódai Sósudit könyve a közös mesélésen túl kiváló családi programot nyújt, amihez nem is kell messzire menni, csak a konyháig. A kötetnek köszönhetően a gyerekek megismerkednek a konyha világával, a süteménykészítés örömeivel, és azzal a mesebeli sikerélménnyel, hogy a jól végzett munka gyümölcsét meg is kóstolhatják, és meg is oszthatják másokkal. Kóstolj bele te is ezekbe a különleges mesékbe. Az ellopott golyó. Míra mókás kedvű tulipán tündér volt, aki egy nap alaposan felbőszítette a tréfájával Zénót, a morcos bogáncs tündért. Zénó azzal fenyegetőzött, hogy elveszi és összetöri Míra móka gyöngyét. akkor aztán soha többé nem tud majd tréfálkozni és nevetni. Míra most aztán megijedt mert Zénó nem szokott tréfálni. Repült, mint a szélvész, egyenesen Timocsekhez, az erdei pékhez, és kétségbe esetten kérte, hogy rejtse el valahová a móka gyöngyét. Holnap visszajövök érte, ígérte. A pék a kenyérféléken kívül szívesen készített édességet is. Aznap éppen zserbó gyúrt. Mira gyöngyét pedig belerejtette az egyik golyóba, és egy kis tányéron félretette. A bogánc tündérnek eszébe se jutott, hogy ott keresse. Másnapra aztán Zénó haragja is elszállt, a kis tulipán tündér pedig visszament a pékhez. Timocsek bement a konyhába a gyöngyös golyóért. De hiába kereste. A tányér bizony üres volt. jaj, Timocsek nagyon restelkedett, a kis tündér pedig sírva fakadt ne sírj, megkeressük, ígérte a pék. A tulipán tündér zokogása odacsalta a szomszéd fán lakó mókust is. Ki sír? Miért sír? Nagy a baj? kérdezte kíváncsian. Timo csak elmesélte neki a mókagyöny történetét. Ohó! kiáltott fel víkan a mókus. Én láttam, én tudom, hogy ki a tolvaj. Ki az? kapta fel a fejét izgatottan Míra, és végre abba hagyta a bömbölést. Nyúleleknek egy szakajtóra való csemetéje született tegnap este, mesélte a mókus. Ő volt a tolvaj. Dehogy, elek egész éjjel a lakásukat bővidgette, hogy elférjenek benne a kis nyuszik. Akkor ki? Borzni segített nyúlasszonyságnak az újszülöttek körüli tennivalókban. Ő volt a tolvaj, Dehogy! Ki sem mozdult egész éjjel a nyúlüregből. A vén bagoly pedig segített kibélelni az üregbejáratát, hogy meg ne fázzanak a kicsik. Ő volt a tolvaj. Dehogy! Miután végzett nyúléknál, vadászott hajnalig. Rókarezső meg ott szimatolgatott az üregnél, csorgott a nyála a friss nyuszi húsért. Ő volt a tolvaj. Dehogy! Jött a medve, és úgy megkergette, hogy talán azóta is szalad akkor talán a medve volt a tolvaj? kérdezte egyre türelmetlenebbül Míra. Nem, a zserbógolyót sűnsanyi vitt el. A beteg nagymamájának akart egy kis finomsággal kedveskedni. Ha sűsanyi volt a tolvaj, akkor miért meséltél itt nekünk a nyúl családról? bosszankodott Timocsek. Hát azért, mert Sanyi nagymamája mégse olyan nagyon beteg, hiszen éjszakai portjára ment, Sanyi nem találta otthon, ezért hazafelé benézett nyúlelekékhez. Megcsodálta a csöpségeket, és oda ajándékozta a zserbógolyót nyúlnénak. És ő megette. Dehogy, nem szereti ő az édességet, odaadta borznénak. És ő megette. Dehogy, borznének se kellett a sütemény, anélkül is elég szépen megnőtt a poca az utóbbi időben. Most fogyókúrázik, ezért aztán odaadta a golyócskát a vénbagolynak. És ő megette? Nem, dehogy, mondtam már, hogy ő hajnalig vadászott. Egeret tücsköt, bogarat szívesen eszik, na de golyót. ha? Megdobta vele róka hát, ha elijesztje a nyúlüregtől. És ő megette? Dehogy ette, nem figyeltél, pedig ezt is mondtam. Jött a medve, és elkergette. Hát a medve, ő megette? Nem, mert amíg a rókát kergette, én leszaladtam a fáról, felvettem a golyót, és hazafutottam vele. És te megetted? De hogy ettem? Nem való nekem az ilyen nyalánkság. Elhoztam inkább Timocsekhez, hát ha ad értem ugyorót, de aztán meghalottam a sírásodat, és egészen megfeledkeztem róla. Hát akkor nálad van az ellopott zserbógolyó? – kérdezte hitetlenkedve Míra. Igen, itt van, persze, felelt nevetve a mókus, majd benyúlt a zsebébe és elővette, és sértetlenül Timocsek kezébe nyomta. Kapok érte magyarót? Kapsz, persze, persze, hogy kapsz. Tessék, kacagott a pék, és egy marék magyarót tett a mókus elé. Míra eközben izgatottan kettétörte a kalandos sorsú kis süteményt, és a közepében örömmel fedezte fel a móka gyöngyét. Most már végre ő is szívből tudott kacagni a történteken. Aztán a nagy örömködésben be is falt még legalább tíz zserbógolyót, úgyhogy a végén rendesen meg kellett dolgoztatnia a szárnyait, hogy haza tudjon repülni. Ha szeretnéd te is elkészíteni Mira zserbógolyóját, akkor amire szükséged lesz, az a következő. 50 a gram morzsa, keksz morzsa, 35 deka darál dió, 60 deka sűrű baracklekvár, és kevés darál dió a díszítéshez. És ahogyan Timocsek készíti, a kekszet és a diót összeforgatja, majd annyi lekvártat hozzá, hogy jól formálható legyen a tészta állaga. Ezután nagyjából falatnyi golyókat gömbölyget a masszából vizes kézzel, majd megforgatja daráldióban, és már készen is van. Hűvös helyen egy hétig is bírja, ha el nem fogy közben. Áprilisban Szélesi Sándortól a Kincsem című regényt ajánlom, amely egy legyőzhetetlen versenyiló igaz történetét meséli el. Úgy gondolom, hogy ez a valósághű és romantikát sem nélkülöző történet minden kétséget kizáróan teljes kikapcsolódást nyújthat olvasója számára. Lássuk kicsit közelebbről, miről is szól a történet. Egy furcsa szerelem és egy legyőzhetetlen ló. A sors vagy talán maga a végzet rendezte úgy, hogy 1874 tavaszán egy tápió Szent Mártoni istálóban Blaskovics Ernő birtokán megszülethetett egy sárga csikó. Ez a csikó annyira darabos mozgásúnak tűnt, hogy amikor a következő tavaszon vevők érkeztek a birtokra, a többi egyéves lovat elvitték magukkal, azt az egyet azonban otthagyták. Mindeközben, ismét csak a sors különleges játékossága folytán, Blaskovics Ernő megpillantott egy kékszemű leányt a nemzeti színpadán, és lehetetlen dolog történt. A nyugodt életet élő, dolgos természetű és kiszámítható férfi szerelmes lett. A több mint húsz év korkülönbség még talán legyőzhető lett volna, de a leány, Szabó Karolina egy fejjel magasabb volt Ernőnél, ez pedig különös helyzeteket eredményezett a korabeli társasági eseményeken. Nem könnyű szeretni, és nem könnyű Európában lovat futtatni sem. Blaskovics Ernőnek mindkét ok miatt lettek ellenségei, akadtak, akik úgy gondolták, ha a boldogságot elveszik a férfitól, talán a lovát is le tudják győzni. Egy vidéki nemes úr és egy ibolyaszemű szemű leány tényeken alapuló igaz története olvasható a regény lapjain. Egy különleges szerelem és egy legyőzhetetlen ló historiája egy szebb világból. Mindenkinek ajánlom, aki a tavaszi napok forgatagában szeretné átélni egy csodaló és tulajdonosa világra szóló diadalát. A toronyverseny Budapest 1876. szeptember A Németországból visszatérő vonat az esti órákban futott bekincsemmel az átépítés alatt álló nyugati pályaudvarra. Sűrű fekete füstöt az ég felé, majd fehér gőz sziszent elő az aljából. A kerekek csikorogtak, a vagonok recsegtek, és a szerelvény végül megállt. Blaskovics Ernő úgy rontott ki az indóházból, mint Zrényi Miklós hajdan szigetvár falai mögül. A lépései szinte nagyobbak voltak, mint ő maga. Sietett, rohant, túl az illendőség határán. Ha egy kicsit gyorsabb, lehet, hogy a föld felett jár. Sztárai János érezhette, hogy neki is sietnie kell, mert elsőként lépett le az utazókocsiból. A szélvészként érkező Blaskovics majdnem elsodorta, de a gróf lépett, mint egy könnyed táncosnő a népszínház színpadán valamelyik francia zenés darabban. Ernő! szólt Blaskovics után, aki a neve hallatán csak megtorpant, bár repült volna tovább. János, te itt? Hát hol lennék? Blaskovics Ernő majdnem azt mondta, hogy hát a ló mellett, de még időben visszanyelte a képtelen választ. Sztárai gróf persze a kocsiban utazik, a ló meg hátul a vagomban. Mindenkinek megvan a helye. Sztárai ekkor elkapta Blaskovics ernőt, és szorosan megölelte. Mindet megnyerte, barátom. Tört ki belőle a boldogság, minden futást, ahol csak elindult. Nézzünk már rá, morogta türelmetlenül Blaskovics. Hasonlóképpen örült, mint Sztárai, de őt majd szétvetette a türelmetlenség, ráadásul a vonatról leszálló utazóközönség tagjai rossz hallóan méregették őket. Két láthatóan elegánsan öltözött férfi ember, aki nincs tisztában az utcai etikett szabályaival, lapogatják egymás hátát, mint holmi falusi parasztlegények. Blaskovics kibontakozott sztárai öleléséből, a grófarca ragyogott az örömtől. Berlin, Hannover, Hamburg, Doberán, Frankfurt sorolta a győzelmek helyszínét, és Baden-Baden, ott kellett volna lenned. Blaskovics azóta nem látta a sárga kancát, amióta hetekkel ezelőtt vonatra tették Németország felé. Menjünk hátra, szemügyre venném, hogy bírta a hazautat. Ne légy ideges, intette a gróf. Semmi baja nincs kincsemnek. Ennél nyugodtabb lovat én még életemben nem láttam. Ezt mondta Francis, amikor elhúzta a lószállító vagon ajtaját. Amikor elindul a vonat, ez a ló lefekszik, nagyságos uram, és úgy is marad, tette hozzá a lovász. Semmi sem zökkentheti ki a nyugalmából. És valóban, kincsem a szalmán feküdt. Amikor nyílott az ajtó, megemelte a fejét, amivel felébresztette a mellette szunyókáló macskát. Csalogány elégedetlenül vergődött talpra, kincsem hamarabb négy lábra ugrott, mint a lusta macska. Ez még megvan? Csodálkozott Blaskovics, és felkapaszkodott a kocsi belsejébe. Nem kellett neki a segítség, olyan ruganyosan ugrott fel, mintha húsz éves lenne. Kincsem be se száll a vagomba nélküle, bólogatott Franz. Blaskovic odalépett a kanca mellé, és végig simított a fején. Okos, ügyes ló, súgta neki. Kincsem, az én kincsem. A vagon ajtaja előtt felbukkant Hespróbert is. A piros posgás angol trénerről csak úgy sütött az elégedettség. Megcsinálta, Mondta elégedetten. Blaskovics úr, ez a kanca megcsinálta, és jövőre is meg fogja csinálni. Na, csak el ne bízzuk magunkat, szólt vissza a vála felett Blaskovics Ernő. Még mindig a lovat simogatta, aki békésen tűrte gazdája szeretgetését.